Mindannyiunk nevében megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntjük dr. Papp Lajos professzor, szívsebész professzor urat, akit azt hiszem itt Zala megyében nem kell bemutatnunk, hiszen életének egy meghatározó időszaka volt, úgy gondolom, a Zalaegerszegen töltött évek, és hát most, hála Istennek, elfogadva a meghívásunkat, itt együtt lehetünk, hogy a Nagybőtben, most a húsvétra készülve, és egyébként magyarságunkban növekedve, gyarapodva meghallgassuk gondolatait. Jóisten hozta a professzor urat, és megkérjük, hogy tartsa meg előadását, illetve közölje velünk gondolatait, talán inkább így helyes. Köszönöm. Köszönöm a Teremtőnek, hogy itt lehetek. A zalai embereknek külön köszönetet kell, hogy mondjak, mert életemnek akkor úgy tűnt, hogy egy válságos időszakában egy lehetetlen feladatot bíztak rám. Az akkori hatalom tulajdonképpen bizonyára hallott a gulágról. Gulágnak szánta nekem Zalaegerszeget, mert Magyarország 19 megyéből egyetlen egy megye volt, ahol a kórház még úgynevezett konzervatív kardiológiával sem rendelkezett, csak egy rehabilitációs központtal. Mivel Budapesten a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem szív- és élsebészeti klinikájának professzoraként a tanszék vezetéssel együtt az állam, a kormány úgy döntött, hogy hozom magammal a tanszéket, meg néhány munkatársat. 16 év, jól tudnak számolni, hogy bizony sok év telt el azóta, hogy Zala megyét fizikailag elhagytam. Néhány dolgot azért szeretnék önöknek elmondani, ami az újságokból nem derülhetett ki, a televízióból sem. Tehát mikor volt az első zalai műtét? Van, aki emlékszik még rá? 1994. november 8-án. Tehát lassan 22 éve. Pécsett nem volt szívsebészet. Egyetem elméletileg nem létezhetett volna szívgyógyászat, szívsebészet nélkül, de a törvények azért vannak, hogy áthágják bizonyos emberek, így a Pécsi Egyetem is. Amikor Zalaegerszegen kiderült, hogy nem omlik össze a szívsebészet, hanem Európa egyik abban az időben a legjobb eredményt produkáló szívsebészete volt, ez már bántotta a Pécsi Egyetem furaurainak hiúságát, és ezért az Amerika Egyesült Államokból, Houstonból egy 1956-ban emigrált magyar embert, professzort hoztak haza, nagy-nagy könyörgéssel. Ez az ember idejött,
ő amerikai emberré lett, hiszen fiatal korában ment Amerikába, és egy rendkívül nagy tudású, becsületes, de volt egy betegsége, én magam ezt hiatus hungaricusnak nevezem, hiányzott az a 56-tól az az időszak, amit én itt éltem, mert ő egyszerűen nem akart hinni a szemének, fülének és semminek, mert bármilyen ígéretet kapott, azt nem tartották meg, még a kérdésekre se válaszoltak, és így 1996. december 2-án írt egy levelet az egyetem vezetőinek, amelyben közölte, hogy ebben az országban még a kérdések sem igazak, ezért fölült a repülőre és elrepült. Itt maradt Pécs, megint szívsebészet nélkül, pontosabban aki ismerős Pécset tudja, hogy a Széchenyi téren az Irgalmasok kórházában a sebészet mellett egy asztalt kineveztek szívsebészetnek, de az eredmények rendkívül rosszak voltak, mert vastag belet, meg rothadó végtagot nem lehet szívsebészettel együtt művelni. Ekkor, ha visszaemlékeznek még egyszer, a 1996 Pécset egy Toller nevű polgármester volt, szocialista színekben polgármester, és meg kell mondanom, hogy a pécsi szívsebészet, szívcentrum alapvetően neki köszönheti Toller Lászlónak, hogy Pécset nem vették el a szívsebészetet, mert 1996-ban, decemberben, hogy a professzor elment, Korompai professzor, körbe szaladtak az országba a pécsi egyetem vezetői, és próbáltak valakit rávenni arra, hogy jöjjön Pécsre, vezesse a kettes számú sebészeti klinikát szívsebészettel, és építse fel az új szívcentrumot. Mivel ilyen embert nem találtak, végső kétségbe esésükbe eljöttek Zalaegerszegre, de emlékeznek, 1998. november 8-án volt az első szívműtét. Én olyan csapattal kezdtem, hogy még szívműtétet sem láttak az orvosok, az itteniek, a nővérekkel együtt, és 1994. augusztus-szeptemberben elméleti képzést kaptak, műszerismeretet októberben és novemberben elvégeztek a szívműtétet. De én nem hagyhattam ide Zalaegerszeget, ezért olyan feltételeket szabtam a pécsi egyetemnek, ami akkor úgy tűnt, hogy teljesíthetetlen, mert azt mondtam, hogy addig, míg a pécsi szívgyógyászati központot föl nem építem, addig csak Zalaegerszegen operálok. Ezért 1999. augusztus 20-áig csak Zalaegerszegen operáltam, vezettem a Zalaegerszegi központot, vezettem a pécsi kettes számú sebészetet a szívsebészettel, és építettem a szívgyógyászati központot. A szívgyógyászati központot 1999. augusztus 20-án adták át, és már a következő évben 1000 nagy szívműtétet, összességében 6000 műtéti beavatkozást végeztünk. Azért mondom ezt az elején el, mert soha, sehol a világon, sem addig, sem azóta, a mai napig olyan eredménnyel nem operáltak szívbetegeket, mint a szívgyógyászati klinikán. Mit jelent ez? A vakbélműtét, halálozása 2%,
A nagy szívügyének halálozása 1,5% volt, de az átlagos halálozás 0,5%. Ez elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen, de megvalósítható, de egyféleképpen. És nem erről fogok beszélni, csak ez a felvezetés azért szükséges, hogy mindaz, amit mondok a mai napon, nem tudom, hogy van-e önök között orvos kolléga, vagy kolléga úr, vagy gyógyszerész, az előadás címének azt adtam, amit József Attila gyönyörűen megfogalmazott, az igazat mond, ne csak a valódit. Önök a valódit hallják, nem az igazat. Sajnos ezt a világot, különösen a mi civilizációnkat, a 1,5 milliárddal élő fehér civilizációt a mammon, a pénz irányítja. Minden megvehető a világunkban, és minden eladható. De vajon minden megvehető? Az egészséget meg tudják venni? Nem. Az egészséget gyógyszerrel meg lehet szerezni? Nem. Magyarországon, mióta én élek, nem volt egészségügyi minisztérium. Betegségügyi minisztérium volt, mert a betegekre fordították a pénzt, ahelyett, hogy az egészség megőrzésére fordítottunk volna nagy összegeket. Csak érdekességként mondom, hogyha a nemzeti jövedelem rész jelenlegi 4%-át meg 4-szereznénk, a magyar betegek állapota néhány százalékkal javulna. Ha az egészséges életet biztosítanánk, akkor ez így emelkednek. Mondok egy példát. 30 évvel ezelőtt Finnország és Magyarország a szív- és érrendszeri betegségekben vetélkedett. Hol ők voltak az elsők a halálozásban és a megbetegedésben, hol mi? Tudják, hogy most hányadik helyen van Finnország? Az utolsón, illetve az utolsó előttén. Miért? Azért, mert összeültek a politikusok, a gazdasági szakemberek, összeültek a gondolkodók, és azt mondták, az egészség nem lehet politikai ügy. Az egészség mindenki politikától függetlenül. Mit jelent ez? Minden párt mindenkoron, minden párt 100%-os egyetértéssel szavazott arra, hogy mit kell megváltoztatni. Mit változtatnak meg Finnországban? Azt, hogy nem betegséget gyógyítani, hanem a betegséget megelőzni kell. Az egészséget kell megtartani. Gondolják el, hogy az egészség, gyönyörű magyar szó, mit jelent? Három lábú szék. Test, lélek, szellem. Csak az ember rendelkezik teremtő gondolattal bíró aggyal, és egyedüli az élőlények sorában, aki lélekkel bír. Amikor minket a teremtő ide küld ebbe a földi valóságba, senki nem határozhatja meg önök közül, hogy hova születik, mikor születik, milyen családba születik, milyen lesz a bőrszíne, milyen lesz a családnak a vallása. Ha én sárgának születek Kínába, feketének Afrikába, vagy barnábbnak az arab félszigetre, akkor nekem ott lenne küldetésem. Nincs a 7,5 milliárd ember között két egyforma. Az iker, egypetélyű iker testvérek sem egyforma. De mi az érdekes, hogy maga az örökletes fehérjék, a genetika mindössze 20%. Tehát 20% összesen, amiért a betegségért
felelős. Nagyon sokan, kivéve a genetikusan öröklődő betegségeket, de az általános szívinfarktus, élelmezesedés, magas vérnyomás, daganatos megbetegedés, hadd ne soroljam, 20% a genetika. Mi a 80%? Azok vagyunk mi, amikor ide születünk, a Jóisten akaratából, a Jóisten akaratából távozunk-e földi valóságból. Ebbe a két dologba ember nem avatkozhat vele. Miért nem? És nagyon szépen kérem az ifjú hölgyeket, hogy gondolkodjanak. Gondolják el, hogy az nő abban a pillanatban, amikor megszületik, akkor két kis fészekben megkapja az egész életre szóló petesejteket. Amikor a leány felcseperedik, ivaréretté válik, elkezd menstruálni, attól kezdve havonta egy petesejt fogadja a hím ivarsejteket. A nő az állandóság, mert a születés pillanatában minden petesejt már ott van a testébe. Miért kell ezt tudni? Aki gyermek áldást szeretne, annak a férfi tagjának kell rendkívül óvatosnak lenni, mert a hím ivarsejtek naponta termelődnek újjá, egy nap 25-30 millió hím ivarsejt termelődik, és természetes úton, ha a megtermékenyítés a teremtő által rendelt természetes úton történik, akkor a petesejt a 25 millió hím ivarsejtből azt fogadja, aki a leggyorsabb, a legügyesebb, a legerősebb, a legjobb. 25 millióból. Mi a mesterséges megtermékenyítés? Hogy kiveszek néhány ivarsejtet, hím ivarsejtet, és fecskendővel bele nyomom a petesejtbe. Lehet, hogy az utolsó lett volna a természetes úton. A 25 milliómodik az, amit kivettek. Ezért a mesterséges megtermékenyítés nem Isten ellen való, mert az életért a természet hibáját korrigálandó van, de milyen érdekes. Van olyan betegem, aki 8 évig járt mesterséges megtermékenyítésre. Vagy nem fogad meg, vagy elabortált. Abba hagyták. És mit kezdtek? Valamit, amit addig nem csináltak? Mit gondolnak? Bátran. Mit gondolnak? Mi az, ami új lett az életükben? Visszatértek Istenhez. És a Teremtőhöz imádkoztak, és egészségesen éltek. Nagyon-nagyon fontos. Számtalan esetről számol be a tudomány, és nem tudja magyarázni, pedig milyen egyszerű. Fogok önöknek az igazságról beszélni. Ma Magyarországon, és nem a legrosszabb helyzetben vagyunk, a fiatal férfiak több mint 20%-a steril, nem nemzőképes. A nők bizonyos kor után, ugye első, második, harmadik, negyedik, ötödik abortusz után válnak fogamzóképtelenné. Egy történész barátom, akinek a feleségét operáltam, nem fogadván el tőle pénzt, ő is örömet akart szerezni nekem, és megkérdezte, mibe segíthet. Én ekkor azzal a tudományos kérdéssel foglalkoztam, hogy miért ilyen beteg a magyar nemzet. Mi az oka, hogy a világ legjobb klimatikus területén, a legcsodálatosabb genetikus állományal, mert nagyon kevert, és ezért a belterjesség kizárható, a magyar nyelv okán, a magyar
nyelvet tanuló, mindegy, hogy fekete, sárga, barna, zöld, magasan a legnagyobb valószínűsége van, hogy feltaláló lesz, mert a nyelvünk szerkezete olyan, hogy a kitaláló képességet fejleszti az agyban. Nem véletlenül van ennyi Nobel-díjas és ennyi feltaláló. Az egész estét arra tudnám fordítani, hogy önöknek elmondanám, hogy mit adtak a magyarok a világnak. Ilyen táplálék, mint itt a Kárpát-medencében, sehol a világon nem található. Európában a humusztétek vastagsága 27 cm, azért alakult ki itt a civilizáció. A Kárpát-medencében ez 75 cm. Tehát ha a felső réteget el is szennyeztük volna, vagy elszennyeztük, kétszeres Szűzföldhöz lehet jutni. A napsütéses órák száma ideális. Az is sok, ha sok van, lásd Szahara, az is rossz, ha kevés van, lásd északi sark, déli sark. Ideális, és a Földünk, és ezt saját tapasztalatomon hadd mondjam el, amikor Amerikában voltam, és vettem a boltba almát, megkóstolva, mondom, hogy nem, milyen alma íze van. Másik alma, ennek se alma íze van. Vettem körtét, ennek meg nem körte íze van. Barackot vettem, nem barack íze van. Rájöttem, hogy Amerikában gyümölcs íze van. Itt nálunk a zalai dombokon, egyik dűlőben más íze van a baracknak, a szőlőnek, a körtének, az almának, mint 150 méterrel arra. Miért? Mert a finom ízanyagot a talajból fölvett finom mikroelemek határozzák meg. Meg a napsütés. Azt gondolnák, hogy milyen jó ezeknek a földközi tengeri menti embereknek, hogy sokat süt a nap. Tessék csak gondolkodni. Ahhoz, hogy a földből a mikroelemeteket, a táplálékokat fölvegye a növény, ahhoz idő kell. Hogy gyorsan jön a meleg, két hónap alatt kiég minden, ezért csak a citrusfélék ízesek, ha éretten szedik le. Ha elmennek, akkor tapasztalhatják, egész más az íze a görög narancsnak. Görögországban érettem, mint amit önök vesznek a bótba. Nálunk a tenyészidő hosszú, mikor ad jó szőlőt a szőlőtőke? Az egy éves nem, öt éves nem, 15 éves, mert mire kell menni a gyökereknek, szívja föl a mikroelemeket. A mikroelemek határozzák meg az ízt, de mi pontos dolog a védekező rendszerüknek, az immunrendszerüknek a legfőbb támasza. Béres József nevét hallották. Nem csak óriási tudós volt, hanem nagyszerű ember. Kiváló magyar ember. Tudják, hogy mennyit ajánlottak, csak adja el az országot? Hát, körülbelül annyit, mint nekem. Mi volt a bűne Béresnek? Tudják, hogy ki volt ez a Béres József? Többen bólogatnak. Egy mezőgazdasági kutatómérnök volt, akinek az volt a feladata, hogy elemezze a föld elemeit, makro és mikroelemeket, tehát amiből sok van, meg amiből kevés van. És az első döbbenetes kísérlet arról szólt, hogy ugyanazon búza csávázásból, tehát még a betegségek is ugyanolyanak voltak, ugyanaz a minőségű fajta búzából, az egyik földterületen óriási termés volt, a másikon meg szinte semmi. És elkezdte elemezni a földet, hát ez a logikus. És a makroelemek egyformák voltak. És kiderült, hogy a mikroelemek, mit jelent ez? Mikroelemekből volt hiány, hogy egy hektárra körülbelül annyit kellett kiszórni, mint önök a paradicsomra sóznak. Milligram mennyiség, de ez meghatározta azt, hogy a mikroelemeket kiszórták gram mennyiségre egy hektárra, és a termés ugyanaz lett. Erre azt mondta Béres, ha ez igaz a növénynek, hát
lehet, hogy igaz az állatoknál is. Állatkísérleteket végzett. Az immunitásuk az állatoknak rák ellenes szer hihetetlenül megnőtt. És ezt mondta, hát ez, amit én kínálok, ez nem gyógyszer, ez micsoda, ez pótszer, ami hiányzik a fűtből, amit kiraboltunk, ha hozzáadjuk, és hogyha az emberből hiányzik az az anya, ami az immunitásért felelős, ha megkapja, akkor javul az immunkészsége. Az immunitás felelős azért, hogy a ráksejtek elpusztuljanak. Ezért hathatós szer volt jelenleg is a rák megelőzésében, esetenként a gyógyításában. Miért volt egészen különleges ember Béres József? Mert nem fogadott el egy fillért se azért, amit adott. Ez ebben a világban megbocsáthatatlan bűn. Most, hogy már meghalt, szobrot állítanak neki Bére, Magyarországon ahhoz, hogy valaki a helyére kerüljön, meg kell halnia. Én arra szeretném önöket kérni, hogy kezdjük el, hogy életben, amíg él, addig becsüljük meg. Makovecz Imre barátomnak egyetlen egy budapesti épülete nincs. Az egész világon épített, világhírű volt, Budapesten egyetlen egy feladatot nem kapott, csak legfőlebb ilyen kis helyreállítást, meg javítást. Tetszik tudni? Tudják-e azt, hogy a termé orvosi Nobel-díjasunk ki volt, ki is volt ez az ember? A C-vitamin felfedezője. Szent Györgyi Albert. És hány Nobel-díjasunk van? Már 14. 14, de természettudományból. Magyarországon nem tudtak Nobel-díjassá válni. Figyelem, ez a jó ember annak idején Glebersberg Kuno volt a miniszter, amikor megkapta a minisztériumot 22 táján, akkor a nemzeti jövedelem rész 4%-át fordították kutatásra, fejlesztésre, művészetekre. Tehát magyarul mindarra, ami az emberi tudást, szép érzéket növeli. Amikor 28 végén átadta a miniszterséget, tudják, hogy mennyi volt ez az arány? 16,5%. Glebersberg Kuno könyörgött ennek a tudósnak, mert ő kint Angliában citrusféléken, citrom, narancson próbálta a C-vitamint kikutatni, kikönyörögte Glebersberg, hogy jöjjön haza Szegedre. Hát mivel itt nem volt citrom meg narancs, mi volt Szeged környékén? Paprika, ezért nem csak, hogy a paprikából kimutatta a C-vitamint, hanem a magyar paprikát világhírűvé tette. És megbecsültük ezt az egyetlen Nobel-díjasunkat? Nem. El kellett hagyni az országot. Woods Hole-ban élt, és én amikor az Amerikai Egyesült Államokban, a Harvardon, Bostonban voltam, akkor egy nagyon jelentős cikkemet neki ajánlottam és meglátogattam. Képzeljék el, a Nobel-díjas magyar tudós az amerikai államtól egy fillért, még egyszer, egy fillért nem kapott a kintléte alatt, mert Amerikában úgy dolgoznak a tudósok, hogy először megcsinálják, és oda arra kérnek pénzt. Ő neki pedig ötlete volt, hát arra kellett volna a pénz, hogy az ötletét megvalósítsa. Erről sem tudnak. De arról bizonyára tudnak, hogy jelenleg is a szív- és érrendszeri betegségekben változatlanul a halálozásban és a megbetegedésben az első három között stabilan tartjuk a helyünket. Mi az oka?
földrajzi, genetikus, a fantasztikus agyunk lehetővé tenni, hogy elsők legyünk. Azért járom a Kárpát-medencét, időnként elkalandoztam, 13 helyen tartottam Amerikába, következő évben 13 helyen Kanadába előadást, azért, hogy önöknek elmondjam, hogy mi a betegségünk, és hogy lehet ezen változtatni. Egy, az egészséget pénzért nem lehet megvenni, sem a patikába, sem a bótokba. Ma a nagy áruházak polcain elhelyezett élelmiszerek 22 000, jól hallják, 22 000 vegyszerrel vannak preparálva. Azért, hát gondolják el, ha parasztasszony, ugye én parasztgyerek vagyok, és nagyon jó nyári délután édesanyám jött valaki, és a vacsorára szánt húsételt, akkor nem volt hűtőszekrény, nem főzte meg, akkor hát egy délután 5 óra, 6 óra felé már olyan kicsit olyan unalmas, nem volt az büdös, nem is látszott, egy kis valami úgy, nem úgy nézett ki, na abból már egy tál ételt nem lehetett csinálni, mert az már ludaskás, hát jó sok fűszerrel. A szexárdi húskombinátból azért bocsátottak el 20 dolgozót, mert nem voltak hajlandók az Ausztráliából hazaszállított rohadt büdös disznófejeket gyökér kefével lekefélni, hogy abból önöknek finom, mit, parizert, virstit készítsenek. Tudják-e, hogy melyik a legdrágább szafaládéféle? Mondják, melyik a legdrágább? Mennyi a legdrágább pixalámi? Én nem veszek azért, kérdezem, mert nem tudom, de mennyi az? Hát, mondjuk, legyen 4 000, és mennyi a parizer? 6 000. Mert ha húst vesznek, akkor abban 5%-nál kevesebb hús van. A legdrágább szafaládéféle a parizer. És tele van mérgekkel. Az itt túló hölgyek, ismerem már, mert nekem is van gyönyörű lányom, meg női tagok, ugye a fogyókúra, meg az egészséges táplálékozás okán a vendéglőben mit rendelnek? Mit? Hát, az már túl egészséges, hanem húsból. A csirke mellett, vagy pulyka mellett. Kedveseim, az állat húsa azzá alakul, amit megeszik. Ha szemetet etetnek vele, szemét a húsa. A csirke, a jelenlegi áruházakban vásárolt csirke mellehúsa és pulyka mellehúsa a legszennyezettebb táplálék. Miért? Azért, mert egy, tudjuk nagyon jól, hogy amikor a kis öreganyám, mikor ültettünk kotlóst, mikorra lett rántani való csirke, és mennyi volt ez a csirke, hány, mennyi idős. Itt vannak olyan hölgyek, akiknek meg még tudni kell, én tudom, mennyi idős volt a csirke, mire rántott csirke. 6 hónapos. Valaki mondta, a nagyon jó az 4-6 hónapos. 3 hónap alatt érik el a vágnivaló nagy 2,5 kilós tyúkok, 3 hónap. Hát nem, az már más, majd arról is beszélek. 3 hónap alatt. De ma már ez is kevés. Növekedési hormont, és antibiotikumokkal adják és beszorítják akkora helyre, hogy nem is tud elesni. Ami elesik, az meg is döglik. Nagyon-nagyon magas a csirkéknél a halálozási arány, de mivel nem tud mozogni,
Ezért minden oda megy. A növekedési hormon a húsba, de ez nem hús. Ha lesznek olyan kedvesek, akinek még van kapirgáló csirkéje, tegyen bele két combot, egy mellehúsát, egy sütőedénybe, meg amit a bótba vesz, olcsó, attól féljenek. Önök láthatják az interneten már, hogy a csirke mellehúsát és a pulyka mellehúsát felülről 6 kis fecskendő ereszkedik alá, és olyan anyagot nyomnak a húsba, ami a vizet megtartja. Ezért önök vizet vesznek, amikor ezeket megveszik, mert ha ezt megsütik, 50%-ra csökken a súlya. A kapirgáló csirke meg 5%-ot veszik belőle. A mangalica disznót azért keresik a világ összes országának 5 csillagos éttermei, ugyanezt próbálják meg az importált hússertéssel, vizet vesznek, kedveseim. Vizet és szemetet és hormont. És itt térünk vissza a hölgyek fogamzó képességéhez és a férfiak nemző képességéhez. Az első döbbenetes cikk Amerikában jelent meg, egy kisvárosban, a férfiak 85%-a steril volt. És elkezdték kutatni az okát. Tudják, mi az oka? Ami már itt is oka. A hölgyek a fogamzás gátló tablettát fogyasztva a hormonokat vizelettel ürítik, bármilyen tisztítórendszer a hormonokat nem tudja tisztítani. Budapesten sokáig volt ez a szlogen, hogy ugye mert a Duna vizet 90%-ban tisztítatlanul, tehát a szennyvíz tisztítatlanul ment a Dunába. És ezért volt ez a csasztuska, ki a Duna vizét issza, saját vizét issza vissza. Szó szerint kiderült, hogy a férfiak a sterilitást annak köszönhették, hogy a női hormonokat fogyasztották, mert azt itták vízbe. Nálunk is. Milyen csodálatos az Úristen. Akarsz, asszony, steril maradni? Akkor is az maradsz, ha szeretnél gyermeket, mert a férjed nem impotens, hanem nemzőképtelen, tehát steril. Ezért a hormonok, meg az angol vécé, hú, de jó, ugye? Tudják, hogy a világon körülbelül 1,5 milliárd ember szomjazik, 100 000 halnak szomja, 100 000 minden évben. És mi 3 deci vizelethez 10 liter ivóvizet használunk, mert ennyivel húzzuk le az angol vécébe a 3 deci vizeletet. Hát eleink nagyon jól tudták. Ugye árnyékszék volt, kert végébe, a diófalat jó messze, mert ha egy panelházba valaki elrottyantja magát az 5. az végig lehet hallani az egész házba, hogy Kovácséknál bableves volt ebédre. És ez nem vicc. Mennyi gondot okoz, amikor ott ülnek a vendégek, és önök 1 méterre a vendégtől kellene végezni azokat, de nem merik, visszafogják, azért, mert hú, milyen dolog, hogyha hallja, hogy rettyintek egyet, vagy hangok jönnek ki onnét. Móricz Zsiga bácsi, ez ugye a 1930, nem vagyok biztos, hogy 7-es vagy 8-as, a világ íróinak találkozója Párizsban volt. És ugye Móricz Zsigmond akkor már nagyon híres író volt, és a legjobb szállodába foglaltak neki helyet, és a fiatal írók azt látták, hogy a szálloda előtt Zsiga bácsi leföl járkál, izzad. De mondja, Zsiga bácsi, baj van? Hú, gyerekei, nagy baj van. Hát mi a baj? Hát kellene menni Reterára. És nem találok itt az utcán. De hát Zsiga bácsi, hát ott van a fürdőszobája. A fürdőszobában ott van az angol WC. Hát
azért kapott ilyen szobát, mint a Zsigó bácsi mondta, na, ne mondjátok már, hogy oda toljak, mint az állatok, ahol élek. Miért mondom ezt? Azért, mert ha meg, ne lepődjenek meg, amikor a természetbe kiköltöző emberek száraz WC-t használnak. Mert a sima WC-be is minden elosztik, ha a földön keresztül megtisztulhat. Atyám, hogy kíséri útjára a földi világból elköltözőt? Porból lettél, porrá lészel. Eredetileg ez nem így volt. És nagyon fontosat hagytak ki. Fűtbő lettél, fűtbő étél, fűtté lészel. Mi ebben a fontos, a középső rész? Amit kihagyunk. Csak az tisztul meg a vírusoktól, baktériumoktól, ezért dögevő nem volt a magyar, tudjuk, hogy kikették. Mert minden át kellett menni a föld tisztító elején. Ezért van a kergemarhakór, ugye? Mert azt mondta az ember, ó, én megoldom, sterilizálom. Nem 180 fokkal, ott elpusztul minden baktérium, vírus. Én 220 fokkal hevítem a rohadt állathúst, meg a döghúst, meg a halat. Igen ám. De ember, nem tudtad, hogy van prion. A priont nem pusztítja el. És a prion okozza azt a szörnyű betegséget, ami embernél is likacsos agyverő gyulladást jelent. Képzeljék el, a magyar szürke marha a világ egyetlen marhája, amit nem tudnak megfertőzni a prionnal. Ezért, ugye milyen új hírt mondok? Szürke marha. Miért? Mert természetben él, a természetes tulajdonságait megtartotta, megfertőzhetetlen priona, de jó, azzal levetett neki ilyen szemetet. Itt tisztes, őszes höl. Mamikák vannak, mert én is már papika vagyok. Emlékeznek rá, hogy mivel etettük a disznót? Moslék. Mi volt a moslék? Hát nem volt mosószer, hanem forró vízbe kellett először megmosni, nem volt mosogatószer, és amit leoldott a tányérról zsiradékot, meg ételmaradékot, megkapta a gyesznó aznap. Ma tilos európai szabvány szerint moslékot adni a disznónak. De Argentinából a moslékkal etetett disznót hozzák át a tengeren mínusz akárhány fokra lehűtve. Milyen világba élünk? De fölteszem a kérdést. Ki a felelős? Az állam? Az államnak megvan a maga felelőssége. Mi vagyunk a felelősek. Mi? Amikor a falvakba megyek és látom, hogy toszigálják, vagy megy a fűnyíró traktor, az én falum 1100-as évektől a Tihanyi alapító levélbe szerepel. Mindig falu volt, mert olyan helyen volt, és 114 porta volt, most 117 van. Amikor én gyerek voltam, minden házban volt kert, megtermelték zöldséget, gyümölcsöt, krumplit. Minden házban volt lábas jószaj, marha, gyesznó. Az én falunkban egyetlen egy kertet nem művelnek meg. A Tesco-ba veszik a szemetet. Mert melyik a legjobb bor? Ez kérdés. Melyik a legjobb bor? Zalába vagyunk, azt mondják, hogy ez a zalai. A saját. És nagyon büszkék legyenek a borukra, mert az egyik legegészségesebb bor, ami Zalába terem, a Novával együtt. Bizony, élettani értéke magasan túlszárnyal olyan híres borokat a saját.
ha nem tesznek bele cukrot, nem preparálják, nem kukoricából csinálják, mint az Alföldön, az minden mikroelem benne van, és az a kedves, savankás, zamatos íz, amit a Nova ad, meg a többi kegyelmetek zalai bor fogyasszanak, mert az amerikai tudósok megállapították, hogy a táplálkozási lánc 50 kilométeres átmérő körből kellene táplálkozni és fogyasztani az ételeket. Most képzeljék el, hogy a szegény szervezetünket mire kényszerítik, amikor Argentinából hoznak cseresznyét, banánt hoznak valahonnét, máshonnan. Hát csoda, hogy élünk. Hát ehhez nem lehet alkalmazkodni, ebbe be lehet pusztulni. A saját bor, a saját zöldség, kapirgáló sirke, amit összeszed, meg gémmentes kukorica, meg magból előállított tojása, gyógyszer. És most belecsapok abba, ami a mindennapokban van, mert ezek általános dolgok, de kérem, hogy használják a józan eszüket. A főtörvény, amit a teremtő teremtett, az jó. Amit az ember módosított, az lehet rossz. Nem azt jelenti, hogy rossz, de ha lelkiismeretlenül az anyagi javakért történik, akkor rosszá válik. Mert erről szól az intenzív állattartás. Könyörögve kérem, akinek módja van, ha elmegy Kaliforniába, a Kalifornia szigete, ami virágzó, gyönyörű növények voltak, pusztít a szárazság, de ott a műút mellett tessék elképzelni egy ekkora becsehelyi területen 200 ezer marha él. Mondom, 200 ezer. Mi a marha tápláléka? Hát a fű, a széna, szegény marhának azért kell egész nap legelni, időnként megáll, hogy a visszapöfögje és ugye a pihenési időszakban emészze meg azt, amit lenyált gombócokba, de egész nap legelni kell. Mit csinál az oroszlán? Elkap egy kidát, nessék megnézni természeti filmekbe, ha jól lakod, ugrálhatnak fölötte az őzikék meg a gazellák, oda se néz. Nagy bőjt. A húst az emberi szervezet nem tudja megemészteni. A húsevőknek, a ragadozóknak a vékony bele ötször hosszabb, mint az emberi. Nem véletlenül minden vallás, mindegy, hogy keresztény, buddhista, bármilyen, ugye pláne azok, hogy a növényevést javasolják. Miért? Vannak a nagybőjtök, mert körülbelül 40 nap szükséges ahhoz, hogy a szervezetünkbe fölhalmozódott húsrothadásból származó anyagokat a szervezet kiürítse. Én szeretném megkérdezni a 70-80 éveseket, hogy ha még jó módban is voltak, hányszor ettek húst egy héten? Egyszer vasárnap, aratáskor vagy nagy munkába kétszer, De levegőt. Ugye, most megint váltok egyet. Becsehelyen, tudják, hogy voltam már? Hol voltam? Ott nem lett rosszul senki, tudják miért? Mert úgy építették, hatalmas légtere van, itt már fogy az oxigén, és itt van bent körülbelül 200 fűtőtest, ami 37 fokkal melegíti a levegőt, csökken az oxigén, emelkedik a széndioxid, és jönnek a rosszul létek. Ezért, akinek órája van, mert itt nem látok órát, akinek órája van, legyen kedves mondani a pontos időt. Hát ez az, mennyi időm van még? 5 perc. Van egy mondás, aki egy óránál tovább beszél,
az egyéb aljasságokra is képes. Nem szeretném, és ez most nem viccelek, még körülbelül 10-12 percet fogok beszélni, nem magam miatt, mert én holnap után estig folyamatosan mondanám, mert a Teremtő ezért küldött. Nem nekem kell megköszönni minden. Az életem, ahogy beszéltünk, a születésem, a talentumom, a szorgalmam, a lustaságom legyőzése pontosabban. Minden a Teremtőtől van, nekem tovább kell adnom. Magamnak semmit nem tarthatok meg. Messzelenül jöttünk a világra, bármilyen gazdag itt bárki, messzelenül fog elmenni. De mondják a tudósok, meg a költők, író, hát azért kell szellemi terméket, mert az marad utána. Meddig? 30 évig, 50 évig, 200 évig. Az is itt marad. Mi az, amit a Teremtő rajtunk számon kér az utolsó elszámolása? Kaptál életet, kaptál talentumot, hogy sáfárkodtál ezzel, mire költötted javaidat? Elástad, mint azon példabeszédben az egy témát? Akkor tőled el kell venni. Kamatoztattad? Adtad tovább? Adtál a világnak valamit? És itt a táblára fölírtam három betűt. Mindannyian, amikor a világra, ide a földi világba jövünk, mi a keretet kapjuk meg a Teremtőtől. Vannak nyelvek, ahol csak mással hangzókat írnak le. A szabad akarat arról szól, hogy én döntöm el, hogy jobbra megyek, balra megyek, előre, hátra, sőt azt is, hogy a mással hangzókat milyen magánhangzókkal egészítem ki. A keret ugyanaz. Én döntöm el, hogy a Teremtő urat szolgálom, vagy a sátán szolgálatába állok. Sokan nem értik Krisztus Urunk 40 napos böjtjése, mert Krisztus is emberi testet hordozott. Hát ő ugyanúgy szenvedett a szomjúságtól, az éhségtől, ő példát ad nekünk. Miért? Mert tessék kipróbálni, meg nézzék meg, milyen a farkas kutya, az oroszlán, pláne ami nyers húst eszik, agresszív. Milyen a marha, meg a birka, jámbor. Tehát asszonyok, hölgyek, ha azt akarják, hogy a férjük jámborabb legyen, akkor ne adjanak neki húst, hanem sok zöldséget, sok gyümölcsöt, és ha nagyon rendetlen, akkor ki kell hajtani a mezőre, hogy legeljen. Kedveseim! Az orvostudomány a táplálékokat három nagy csoportra osztja. Szénhidrátok, zsírok, fehérjék. A modern táplálkozás tudomány, megtartva ezt a felosztást, biológiai szempontból rangsorolja az élelmeket. Biogenetikus, bioaktív, biopasszív, bioszemét. Mi ilyen a biogenetikus táplálék? Hát nagyon egyszerű. Amiből az élet születik, miből születik az élet? Magokból. Az induló élet az tele van energiával, mert ki kell kelni, növekedni, a primőrök. Tehát biogenetikus mind mag, csírázó növény, csíra. Azt nem is lehet annyira szennyezni, mert a diófát kitrágyázza, meg kipermetezi. És hány év után ugye mondják, hogy aki diófát ültet, az az unokájának ülteti. Nagyon mélyről szívja fel a tápanyagokat.
Van egy tudós csoport, aki azzal foglalkozik, hogy a magok külalakját az emberi test szervekkel hozza kapcsolatba. Mihez hasonlít a dióbél? Az agy. Az agynak kiváló. Mihez hasonlít az alma? Az alma, nem, női emlőhöz. A lányok a szép emlőt akarnak formálni, amit a jó Istentől kaptak, az formálni. Alma. Mire hasonlít a körte? A körte. Pláne, hogy lefordítja. A méhez. Mihez hasonlít a szelíd gesztenye, zalába? Az férfiak prosztatájához. Milyen csodálatos, és kiderül, hogy valóban erre hat, és nagyon hatékony. De általánosságban minden nap fogyasszanak el egy marék magot. Minél több fajtát. Bioaktív, minden zöldség, gyümölcs, amit nem hűtünk le, tehát a hűtőszekrénybe tárolt, hogy én nem dinsztelen párra, én elteszem a hűtőszekrénybe, 80%-át elveszti a biológiai értéknek, a magyar ember nem hűtőszekrénybe tárolta a zöldséget, gyümölcsöt, hanem hol? Hol? Majd én segítek. Paraszt ember mit tudott? Tudósok tudják, hogy mennyit dolgoztak, mire kidolgozták a hűtőházakat. Mi a hűtőháznak a lényege? Hidegebb van, de van egy fontos dolog, amit nem nagyon tudnak. Mi a lényege? Mennyi a levegő oxigén tartalma, már itt kint, itt már benne nincs annyi. 21 térfogat százalék. Mennyi a széndioxid térfogat százaléka? 0,02%. Mit tudott a parasztember? Hova tette a körtét ősszel? Nem a piarne, hát akinek az nem parasztember volt, az gazda volt. Parasztember árpába zabba tette, mert az árpa szemek és a búza szemek, azok élnek. Az élet során oxigént használunk föl, és széndioxidot bocsátunk ki, betették, és bizony kevesebb oxigént kaptak, az oxigén nélkül nincs égés, nincs rohadás, nincs élet, a magas széndioxid pedig gátolt az anyagcserét. Mit csinálnak a hűtőházban? Az oxigén százalékot lecsökkentik 3%-ra, a széndioxid százalékát meg 12-13%-ra emelik, és ezért ezekben a hűtőházakban tárolt alma kiváló, természetes, nincs megfagyasztva, természetes úton az élet funkciója van lecsökkentve. Milyen banánt tesznek önök? Olyat, hogy ott a majom még hajtófának sem használná, ahol leszületedik, mert zöld életen kényszerérésben, hadd ne mondjam el a vegyszereket, amivel érlelik, vegyszerrel érlelik a banánt. Banánt esznek, amikor két magyar alma, zalai meg elég egy is tartalmazza a 80 mikrogram C-vitamin, és ha többet fogyasztanak 1000 mikrogramnál, akkor kipisilik. A férfiaknak még vesekövet is okoz, a nőknél kevésbé. Alma. Zalai alma. Hát én olyan büszke vagyok arra, hogy valaha itt éltem, mert vannak itt olyan emberek, mint Kovács úr, aki a magyar növények genetikai állományát megtartandó génbankot hozott létre. Tudják, hogy mekkora érték és mekkora csoda? Zala ebből megélne 50 év múlva. Tehát mi döntjük el? Három dolgot gyorsan említek. Koleszterin, konyhasó, cukorbetegség. Magas vérnyomással kezdjük. A magas vérnyomás az összes esetből 95%-ban nem betegség, hanem tünet. Valaminek a tünete. Amikor a magas vérnyomást gyógyítjuk, akkor tünetet gyógyítunk. Pedig jobb lenne az okát megszüntetni.
koleszterin, majd fogok visszatérni a magas vérnyomásra, mert a só hozzátartozik. Só? Szabad a magas vérnyomás betegségbe szenvedőnek sót, konyhasót fogyasztani? Kötelező. Még egyszer mondom, kötelező. Mondom, kötelező. A baj az, hogy ez a leckének az első fele. Mert ha ezt mondják tovább, akkor milyen orvos ez? Sajnos, ahhoz, hogy a só kifejtse hatását, naponta folyamatosan minimum 2 órát kell gyalogolni, meg izzadni is kell. Mert az izzadság, ugye megnyalják az izzadságot, sós. A hölgyeknél van egy másút is. A könynek milyen íze van? Ha sokat sírnak, azért egészségesebbek. A hölgyek könnyen sírnak, só kijön itt a szemük sarkába, szabadulnak a fölösleges rossz sótól, mert annak van egy tisztító szerepe. A bőrön keresztül a sós víz, hát miben sózzák le a disznóságokat? Sóba. A só az sterilizál. De jó, hölgyek leborotválják a hónajakat, és olyan sprék vannak már, hogy 24 óráig meggátolja az izzadást. Nagyszerű! Benn marad a méreg. A Jóisten azért teremtette a szőrzetet, hogy ne feküdjön össze a két bőrfelület, amikor izzadunk, és ne alakuljon ki gombás betegség. Na jó, lemossuk onnét a zsiradékot, leborotváljuk a fagyút vezető szőröket, most jönnek a betegségek is. Azt mondja, jaj, de büdös, hanem persze. Hát a sprével meg stifttel kezeli, nem izzad, nem jön ki a büdös, ha nem használ semmit, csak tiszta vizet. Semmit mondom, 2 hónap után illata van a hónajának. Lehet választani. Sót fogyasztani kell ahhoz, hogy a megfelelő anyagcserét biztosítsuk, de nem lehet, nem is mondtam, mert ez a 2 óra kire vonatkozik? 2 óra gyaloglás folyamatos, a meglepetés. Hol van a alpolgár, hogy vigyázzon, mert el szoktam lopni a tollakat, hogy működni zsebet nincs. Hátul látják? Nem, fölülírom, mert hátul nem látják. Meglepetés. Ezt a szót tessék megérteni. Az anyagcserénk legfőbb szabályozója nem a pajzsmirigy, a igazgató. A leptin a főigazgató. De van egy rossz hírem. Bótba, patikába nem lehet megvenni. Sőt, csak egyféleképpen lehet hozzájutni. Agyunkban kevés, a májunkban egy kevés van a leptinből, és hol termelődik a leptin? A lábszár izomzatban. Ezért, és 1,5 óra gyaloglás után kezd el termelődni nagyobb mennyiségben. Ezért 60 évesek mennyit kell gyalogolni naponta, hogy megtartsák a kondíciójukat? 60 éves, 2 óra. Az idősek figyeljenek nagyon. 70 évesnek 3 óra. Tessék csak végig gondolni, hogy mire hivatkozom. Jaj, öreg, jön a budai úriasszony, és akkor mondom, hogy gyalogolni. Jaj, nem tudok, professzor, úgy fáj a csípőröm, meg a térdjem, meg amikor elkezdek gyalogolni, hát alig, és mondom, amikor már egy kicsit bejáródott, akkor jobb. Akkor már jobb, mondom, akkor abba ne hagyja. Minden nap egyszer kell elkezdeni.
két órát, három órát. Itt a Karios könyvkiadó a fiam segítségével a könyveimet a Karios árulja. Ezzel a könyvvel fogom befejezni azért, mert állítom, hogy ebben a teremben olyan ostoba ember nincs, mint az önök előtt álló professzor. És arra kérem önöket, hogy ne legyenek ilyen ostobák. Miért? Azért, mert életem utolsó 30 évében két órát aludtam. Ez nem baj. De állandóan időzavarba voltam, professzor, tudós, operál, igazgató, mindig hivatkozom. Nincs időm mozogni. A Jóisten figyelmeztetett, egy infarktus. Hát mondom, ha ezt túléltem, akkor már kevés időm van, úgyhogy még többet dolgoztam, és még kevesebbet mozogtam. Jött a második infarktus, harmadik, negyedik. Az ötödik infarktusomat a rendelőbe Budapesten úgy értem meg, hogy tudtam, hogy melyik koszorú erem záródott el, és azt is tudtam, hogy a földi létből maximum másfél órát kell még elviselnem. De miközben ott ültem, hát mondom, ha az Úristen magához akar szólítani, akkor nem jelez, akkor gyere fiam, bum! Miért tudom azt, hogy mit kéne csinálni? Hát ötször visszapofozott a földi létbe. Hát majd akkor mehetek, mikor ő gondolja, nem akkor, mikor én, amikor ha én tudom, hogy mit kell csinálni, és nem teszem meg, akkor én öngyilkos vagyok. Pontosan. És képzeljék el, ekkor nem csak kimondani tudtam azt, amit oly sokszor papjaink szépen elmondanak, hogy hogy kéne lenni a dolgoknak. Kimondtam és megtettem, Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, legyen meg a Te akaratod. Ha életre ítéltél, élni fogok. Ja, de tenni kellene érte, hogy élni tudjál. És mindannyiuknak a kezében van a lehetőség. Az ötödik infarktusom után 3 hónapig 10 métert nem tudtam elmenni folyamatosan a fájdalom és a fulladás miatt. Nekem már Isten által teremtett autópálya nincs a szívemen. Amikor megkeresett egy ember, nagyon fontos, amit most mondok, azért mondom a végén, hogy megjegyezzék, egy mai középkorú, sikeres mérnökember, akinek a drog, az alkohol, a nő, a kocsi, ez a mindennap rohanó és élvezetekkel teli élet volt. Ott hagyta a két gyerekét, a családja, a feleségére, és ment a lányok után. És ekkor jött a bum. Jóisten sokszor figyelmeztetett, kihallgatod a ilyen apró dolgokra. Festékes anyajegy, áttétes rákja. Az orvos tudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan semmiféle, se gyógyszer, se kemoterápia, se röntgen, semmi nem használ. De az orvosok, itt meg fogok állni, azt mondták, hogy 3 hónap, fél év van vissza az életéből, rendezze. Orvostól orvosig ment, csak a hónapok számába különbözött a vélemény, 3 hónaptól 6 hónapig. Amikor már nem tudunk orvoshoz fordulni, meg emberhez, akkor kihez fordulunk? Ó, akkor a Jóistenhez. Akkor, előtte nem még látunk, hallunk. Akkor, amikor baj, ja Istenkém, segíts még csak ezt a kicsit, meg ezt a pár évet, még az unokám föl. De rák is. Orvos. Orvos ilyet mondtad embernek, hogy 3 hónapot, 6 hónapot van, te adtad az életed? A teremtő
A teremtő minden csodára képes. Ja, de a csoda bennünk van, az emberben. Hát, megkaptuk a lehetőséget. Ez az úriember elment az El Caminóra, és végig imádkozta a 960 kilométert. És könyörgött a teremtőhöz, hogy adjon neki lehetőséget. Meggyógyult. Két év múlva elment az El Caminóra, hogy a teremtőnek megköszönje, hogy életbe maradt, ennek már 4 éve, semmiféle rák nincs. És ott a második El Caminón az úrtól kapta, hogy ember, hát miért mi is Magyarország, vagy itt van ez a gyönyörű Magyarország, szervezd meg! A pálosok kegyhelyi, ugye már jön a köhögés, ez már a fulladás jele, ugye. Lelkemen szállod, annyi halál, de itt, ha meg... Igen. Tehát első magyar zarándokútra kerestek olyan embert, akire odafigyelnek. Hát engem találtak meg. Tehát a 5. infarktus után itt előre volt egy ilyen 15 kilós csomag. Oszt, ugye mondtam, hogy ilyen ostobák ne legyenek. Mert nem kérdeztem meg az El Caminósokat, hanem professzor mindent tud, ugye? A hátizsákot összekészítette minden nap, egy fehér, nem is zokni, esőkabát, rátettem a mérlep, 20,5 kiló volt. Hát mondom, elég nehéz lesz. És Esztergomból indultok, és azt vettem észre, hogy az El Caminósok mindegyik oda megy a hátizsákomhoz, és így megemeli. Már mondom, nem különleges neki is. Miért emelgetik? És úgy kicsit billegtették a fejüket. Na, 1/4 óra múlva már sejtettem, hogy miről van szó, mert ugye föl kell menni onnét a lépcsőn az esztergomi bazilikához. Én azt hittem, hogy ott rögtön meghalok. 20 kilós hátizsák, a pocak. Én fölértem, 160-at vert a szívem, mondom az örömhírt, 5 nap során, mert utána jött a pilis, föl le pilis, ugye, meg ugye naponta átlagosan 25-30 kilométer. Föl le. Éjszaka sem ment a szívütem számom 150 alá. A családom tudta, hogy vagy hazajövök, vagy hazahoznak, mert nem szoktam föladni. De kihez fordultam? Jó Istenhez? Hát azért mentem el. Kihez? Mihez fordultam? Miért imádkoztam? Jaj, Uram, csak segítsél végig az úton? Nem. Minden imám arról szólt, hogy Uram, csak ezt az egy lépést még. Meg utána még egyet. Egyet. Egyenként. Ahogy imádkozunk, nem azért imádkozunk, hogy jövőre is legyen. Mi legyen jövőre? Mercedes, sarokház. Miért imádkozunk? Uram, add meg a napi kenyerünket. Nem véletlenül imádkozzuk, ki lát előre. Hát lehet, hogy nem is lesz szükség a kenyére, mert halottak leszünk. Elmentem erre az zarándokútra, amikor elindultam, fuldokoltam, amikor befejeztem, fuldokoltam. Egy pillanatra nem volt jobb. De mi történt velem az úton? Az első nap azon gondoltam, ugye márciusban ugyanígy volt, hogy mit mondanak megint ezek a jobbikos, pallikos, fideszista, kommunista. A második nap már politika nem jutott eszembe. Felesége, gyermekei, unokái. Na a harmadik napon már csak az unokáim. 5. napon már semmi. 5. naptól kezdve, hogy bezárt ez a világ, kezdett kinyílni az égi világ. Vannak fél órák, amivel nem tudok elszámolni, ugye mentünk hegyen, hegységen, akkor ott az esős időszak, át a mocsáron,
Nem tudok elszámolni fél órákkal, de nem estem bele sehova. Az Úr vezetett. Mondok egy nagyon fontos dolgot, mert a könyvben is le van írva. Amikor úgy éreztem, hogy vége, tovább már nem tudok lépni, akkor megjelent mindig egy sólyom. Mindig megjelent egy sólyom. Nem kell túl bonyolítani, hogy a Szentlélek a sólyom formájába. Én csak azt mondom, hogy mindig megjelent egy sólyom, és áthúzott a nehézségeken. Villányi domb hegységnek hívják, ugye én Baranyai vagyok, nem hegy az, hát egy. Utolsó nap esett az eső, a bakancsom rátapadt az agyakos sár, és darabonként 2 kiló volt. És ahogy mentem föl a Villányi hegyen, azt mondtam, most végem van. Az utolsó, mint a maratoni futó az utolsó 500-on adja föl. Minden elsötétült, hallottam a hangot, és a zarándok társak mondták, hogy Lajos, 4 sólyom kering egyre lejjebb és lejjebb szállt, és fölhúztak a hegyre. Sólymo, a Szentlélek, a Teremtő Úristen. Ez a fiatalember, vagy középkorember meggyógyult. Én a zárórészt olvasom föl, és minden zarándoklatnak van egy célja. Hogy miért mentem el a zarándokotra, ezt fogom még felolvasni. És egy 1300-ból származó, népi gyűjtésből származó könyörgéssel fejezem be. Sokan kérdezték útközben, könnyebb már? Hol könnyebbült meg az út? Visszatekintve az útra, minden lépés nehéz volt. Minden lépés fájdalmas volt, minden lépés magasztos volt. Én nem Isten kerestem az úton. Őt már rég megtaláltam. Magamat kerestem. Magamat is megtaláltam. Megtaláltam magamat, és megtaláltam országomat. Én bejártam a világot, Ausztrálián kivételével szinte mindenhol voltam. Ezért fontos a következő mondat. Megerősödött bennem az a tudat, hogy én, Kárpát hazaszülötte, elmehetek a világ bármely tájékára, de azt a gyönyörűséget, amit Kárpát-medencében lelek, sehol nem találom meg. Köszönöm Krisztus Urunknak, hogy megtapasztalhattam a kereszt úton való szenvedés egy kicsinyi részét. Jövő péntek, tehát nem a következő, az követő péntek, nagy péntek. Áldozat nélkül nincs haladás. Ha nem áldoznak az egészségükre, a betegek maradnak. Ha a betegségből meg akarnak gyúlni, áldozatot kell hozni. Krisztus Urunk miértünk hozott áldozatot az emberiségért? Önöknek, csak a nagymamáknak, az unokákért, a gyerekért, a családért, ezért a kicsi hazáért kell. Áldozat nélkül nem tudunk visszatérni a helyes útra. Miért mentem el erre a zarándok útra? Minden zarándok útnak célja és célkitűzése van. Számomra a legfontosabb a köszönet volt. Köszönet azért, amit életem során megélhettem. Köszönöm a családomat, családom minden tagját, tagjáért, a meghaltakért, az élőkért,
a megszívetendőként az élet kegyelmét köszönöm meg az Úrnak. Egyetlen kérés fogalmazódott meg bennem, adjon az Úr a Kárpát-medencében élő magyar nemzetnek olyan politikai, gazdasági, szakrális vezetőket, akik az embereket és a hazát szolgálják. Minden vezetőnek égi sugallattal tisztítsa meg elméjét, és nyissa ki szívét. Tegye hallását olyanná, hogy mindenkor meghallják a tiborci panaszt, és soha ne feledjék égi küldetésüket. Mindannyiunk feladata a fent és a lent, az ég és a föld harmóniájának megteremtése. Itt élünk, földi testet kaptunk, de az ég vár bennünket. De türele, majd a jó Isten eldönti, hogy mikor lehet menni. Addig még ő nem enged, addig még dolgunk van itt. Úgyhogy, kedves mindannyiuknak kívánok nagyon-nagyon tiszta húsvéti ünnepeket. A ház már tisztul, a lakás tisztul, dobáljanak ki minden szemetet a lelkükből, tisztítsák meg elméjüket, lelkéjüket, lelküket, meditáljanak, imádkozzanak, és legfőképpen szeressék egymást. Mert ez a krisztusi parancs, Krisztus Urunk ezért áldozta életét, hogy a szeretet parancsát nekünk elhozza. Isten óvja önöket, Isten áldja önöket, ne tapsoljanak. Én most bátorkodnék az Atyához egy szerény kéréssel fordulni. Lehet? A mi Atyánkkal búcsúzzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,